Hölgyeim és Uraim, soha véget nem érő műsorunkat látják. Nagyon sokadik része. Meg ne kérdezzék, hogy hanyadik résszel jövök ide ma. De Zala Szent László riportalanyokból kifogyhatatlan. Itt, ha kinézek, azért ülnek még. Téged próbálnak spanolni egy kicsit. De ismerős arc, Tóth Olivért már Taktaszadáról ismerhetik a nézők, akik figyelemmel kísérnek bennünket. Most nagyon egyszerűen kérdezem. Nem kérdezem meg, hogy ki az a Tóth Oliver. Mert ha én ezt a kérdést az Olivernek fölteszem, elviszi a műsoridőt. És olyan szépen elmond mindent, hogy nem igaz. Oliver, egy, hogy érzed magadat Zala Szent Lászlón? Miért tartod fontosnak ezt a képzést? És itt a kérdésnek nincs vége, mert körülbelül egy olyan 30-40 másodpercbe szoktam föltenni egy kérdést, és hagylak utána beszélni. Kettő diploma, doktori készül, és itt ülsz egy képzésen. Miért tartod ezt fontosnak? Szeretettel köszöntök mindenkit. Amit fontosnak tartok ennek a kérdésnek kapcsán elmondani, hogy jelenlegi időszakot tekintve magyarországi viszonylatban kevés olyan egyesület rendelkezik megfelelő háttérrel, hogy az embereket jó irányba terelje. Így ez alatt értendően gondolok azokra a személyekre, akik a közéletben tényleg hitelesen tudnak jelen lenni. Legyen az roma vagy nem roma személy, aki a cigány közösséget előre próbálja lendíteni. Azt gondolom, ha találunk megfelelő kvalitású embereket, akik hasonló szellemiségben tudnak gondolkozni és tenni, hogy a többségi társadalomban pozitív irányú előrelépéseket valósítsanak meg, akkor az Orafeme az, azt gondolom, jelen pillanatban erre tökéletes. És mint Tóth Olivér, én azt gondolom, mai nap folyamán nagyon sok állásban részesültem azokkal az emberekkel, akik jelen vannak ezen a képzésen. Az országból, minden megyéből érkeztek meghívott vendégek, és ugye, mint Roma Közéleti Akadémia képzés, azt gondolom, elég színvonalas felkészülés van mögött, ami reprezentatív módon megjelenik. Jól érzem magam, nyilván nagyon sok ismétlődő tanítás, képzési anyag felmerült a mai nap folyamán, de tanulni soha sem késő, és azt gondolom, hogy az ismétlés nem árt senkinek sem. Ha egymás felé tudunk emberként és teljességgel egyenesen fordulni, akkor vannak olyan találkozások ember és ember között, amik olyan visszacsatolások a jövőre nézve, hogy merem állítani, garantált együttműködések fognak létrejönni, és nem csak az egyesületi vezetőség részéről, hanem a többi emberek között is. Én egy olyan kérdést teszek most föl, és gondolom, hogy a nézők is észrevették, illetve hogyha teged már láttak riportban, engedjék meg, hogy tegeződünk, mert föltűnhet, hogy először magázódunk, utána tegeződünk, de engedhessék meg, hogy nagyon sokat ültünk és beszélgettünk négy szem közt is. Hogyan tudod összepárosítani a jelenlegi előadókat a tanulmányaiddal? Vannak-e benne olyanok, amiket már megtanultál, illetve érzed-e magadban azt, hogy amikor egy képzésen most így végzel, ugyanis még van sok belőle hátra, tudsz-e majd valami újat adni az embereknek? Azt gondolom, hogy a tanultak ellenére, amint mondtam, az ismétlés nem ártalmas dolog. Nyilván a mai nap tananyagát azt már az előző években elsajátítottam, de az emberek sokszínűsége ugyancsak tanítóerővel bír, úgyhogy számomra nagyon nagy érték volt ez a fajta sokszínűség, hogy más-más gondolkodásmód tud egy olyan közös platformon megnyilvánulni, mint ez a jelenlegi képzés is. Amit mindenféleképpen profitálásnak tartok, hogy emberi kapcsolatok szövődnek ezen túlmenően, és azt gondolom, hogy nem csak a munkakapcsolatok, hanem barátságok is kötődnek, szövődnek. És talán a legfontosabb dolog az, hogy a jövőre nézve nem csupán egy üres ígéret a jelenlegi képzés, hanem egy olyan tartalmas munkaalap házépítés van folyamatban, ami gyakorlatban meg fog mutatkozni az emberek előtt, mert az elméleti tudás mögött, és azon túlmenően teljes mértékű támogatás van jelen, és ezt élvezheti mindenki, aki részes ennek a képzésen. Hölgyeim és uraim, megszokhatták, hogy nagyon tudunk beszélni.
Olivernek én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt este vacsora után a naplementében rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, legjobbakat kívánom. Mielőbb szeretnék veled még beszélgetni, gondolom a nézőket érdekelni fogja, és önök viszont ott a képernyők előtt maradjanak velünk, mert nagyon sok új embert fogok megmutatni, és tudják, egyszerűen mondom, csak nézzenek bennünket. Okay.